Lovasfogattal érkezett Fazekas Sándor a 27. bábolnai nemzetközi gazdanapok ünnepélyes megnyitójára szerda reggel. A vidékfejlesztési miniszter beszédében elmondta, a nemzeti aszálystratégia vitaanyaga elkészült, amiben szeretnének minél több gazdát és szervezetet bevonni. A bábolnai nemzetközi gazdanapok résztvevői olyan fontos ügyért küzdenek immáron 35 éve, mint a versenyképes mezőgazdaság, a kiváló minőségű magyar termékeket előállító élelmiszeripar. Valamint, ami nagyon fontos, a nyugati életszínvonallal és gazdálkodási feltételekkel betekedő vidéki életforma megteremtése Magyarországon. Mindezen célok a kormány számára is elsőrendűen kiemeltek. A rendezvényen központi szerepet kapott az állattenyésztés, a házigazda bábolna nemzeti ménesbirtok miatt pedig ezen belül is kiemelt helyen álltak a lovas programok. A lovak annyira természetes része az életének, mert mezőgyesi vagyok, hogy időként átsiklok felette, de most, ahogy megnéztük ezeket a bemutatókat, tényleg megható volt látni azt, hogy milyen összhang van az ember és az állat között. Nagyon tetszett. Ezen kívül a gépek is érdekesek, férfi emberként nem áll távol tőlem, a műszaki dolog nagy élvezettel tekintettük meg. A kiállítói területen nem csak napjaink mezőgazdasága elevenedett meg Bábolnán. Veterán traktorok nélkül ugyanis nincs agrárkiállítás. Ezt a szivart, ugye ezt kell belecsavarni a hengerbe, és ez a szivar a kompresszió meggyújtja, ez foszforos a vége neki, kompresszió begyújtja, és végül is az izzógyertyát helyettesíti, meleg füstöt szív be, és ezáltal berobbanik a hengerbe. Megkurbizom mind a mariskát. Egy 1938-ban gyártották ezt a traktort, és Kölnbe, kölni traktorgyár. Ebből a traktorban jelenleg három van a világon, és egyik nálam van, és nagyon-nagyon szeretem ezt a traktort. Ebből a traktorral már Guinness rekord is lett csinálva, amelyik a lányunokám 8 óra 28 percet vezetett egyfolytában megállás nélkül. Következő a Guinness rekord, meg egy olyan Guinness rekord lesz, hogy 24 óra fog a traktor menni, sofőr nélkül, és egy millimétert nem fog eltenni a pályától, mert körbe-körbe megy, és ez lesz a harmadik Guinness rekorddal, és szeretném felvenni a német gyárra is a kapcsolatot, és bemutatni nekik, hogy még ez a traktor Magyarországon milyen jó karban van, meg még mindig lehet rá számítani. A szakmai programok között a Gabonatermesztők Országos Szövetsége is több előadással készült a bábolnai nemzetközi gazdanapokra. A Gabonatermesztők Országos Szövetsége nem csak kiállítónként, hanem szakmai programok szervezőjeként is van, jelen van az idei kiállításon. Minden napra délelőtre és délután külön szakmai programokat állítottunk össze a tagjaink számára, a gabonatermesztők számára. A jogszabályalkotás, vetőmaghasználat, vetőmaghamisítás, növényvédőszerekkel kapcsolatos kérdések, AKG-val és kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos szakmai kérdésekről fogunk beszélgetni. A kukorica betakarítása már a legtöbb helyen elkezdődött, ám az eddigi hírek nem túl kecsegtetőek. Még egy 2-3 hónappal ezelőtt kb. 6 millió tonna kukoricára számítottunk, ez már lehet, hogy megfeleződött. Szeretnénk, ha 4 millió tonna kukorica a belső felhasználásunk megteremne, erre vessünk biztosak. Több helyen elkezdték a betakarítást, rettentő vegyesek a képek, vannak, ahol egy tonna alatti eredményeket is vágnak.